édesanyám szlovák, apám magyar. Én szlovák iskolába jártam. Soha nem volt semmi problémám, sem a szlovákokkal, sem a magyarokkal. Most azonban köszönet Zsárovának, Prontvajovának, Kriskovának és társaiknak, akiknek sikerült a szlovákok és a magyarok békés együttélését megbolygatni, minden megváltozott. Nekik köszönhetően a médiából megtudtam, hogyan nyomjuk el itt Dél-Szlovákiában mi képviselők, a polgármester úrral együtt a szlovákokat. Milyen sovinisták, nacionalisták és még nem tudom mik vagyunk. Köszönöm önöknek, hogy megmutatták, hogyan képzelik el önök a békés együttélést. Az úgynevezett öreg telepesekkel, ahol neveztek minket. Én ebből köszönöm nem kérek. Megvan önökről a véleményem, de azt inkább meghagyom magamnak. A röplapjukat eltehetik, vagy felszúrhatják, ahol akarják. Mert tele van hazugságból, hamisságból, ráadásul rengeteg hibával magyar nyelven. A tény az, hogy Nagyszarváról két szlovák első osztályos tanuló van. Kiemelem Nagyszarváról, mert én Nagyszarva község képviselője vagyok. Nem pedig Macházat, Dárdok, Sárosfa, Kecőnci és Bacsva vagy Felbári. Két gyermek miatt kisiskolát létesíteni luxus lenne. Ellenőriztem az önök helyzetét. Az önök állítása, hogy bőse az út 45 percig tart, nem felel meg a valóságnak. Az igazság az, hogy autóbusszal az út 25 perc. Másik lehetőség Dunaherszentehely. Az út autóbusszal 16 perc. Saját autóval még lehetőségük van bejutni gyermekeiket Légre 8,5 km, Nagypapáról 12 km, Csütörtökre 18 km. Egy újabb lehetőség a felújított üres iskola Bakár, 16 km, ahol elfér egy teljesen szervezett szlovák alapiskola az első osztálytól a 9. osztályig. Tehát önöknek a vajkai, doborgazi és bodaki szülőkkel ellentétben van választási lehetőségük. Több iskolában válogathatnak. Nekik csak a bős az egyetlen lehetőségük, ami nekik is olyan távolságot jelent, mint önöknek. Rendes járattal utaznak már több mint 20 éve, mert ők magyar gyerekek, magyar elsősök, másodikosok, harmadikosok. Szerintem ez a diszkrimináció, nem az, amit önök állítanak, mert önöknek van választási lehetőségük, de nekik nincs. Ezért én, mint Nagyszarva község képviselője, a szlovák iskola megnyitása ellen fogok szavazni a két, hozzáteszem a két nagyszarvai gyerek számára, amit luxusnak tartok. Köszönöm, hogy meghallgattok! Keď som citovala som aj vás, keď ste opakovane povedali, že nemáte záujem o ostatné deti. Nie je tiež to, že to ľudia pochopili zlom, že niektorí hovoria, že máme v úmysle zatvoriť školu vyučovacím jazykom maďarským a do neho by sme to vysvetlovali, že to nie je pravda. Už még kifejezném sajnálatomat az iránt, hogy az utóbbi hetekben a riporterek állandó látogatása által megzavarták az iskola nyugodt munkáját és a mindenféle szociális hálót. Olyan információk jelentek meg, amik az iskola nevét, jó nevét, amin sok pedagógus, sok szülő évek óta dolgozik, nem jó irányba vitték el, és nem volt mind igaz, amit ott olvashattak. És én remélem, hogy ez valami módon lezárul, és azzal foglalkozhatunk, ami az elsődleges feladatunk, az oktatás és a nevelés. Köszönöm szépen! Teraz mi preto vizívam, Macova, alebo Horníva, alebo Báč, aby zriadili slovenskú málo triedku. Ja im som z úprimného srdca želám mnoho úspechov. Zároveň však všetkých prosím o pokoj a mieru mirovné spolunažívanie a porozumenie Slovákov a Maďarov v našej dedine.